Szekszárd fejlődésének kiemelkedő beruházása a Tudásközpont leendő épülete elérte építésének legmagasabb pontját. Az építők és az építetők számára mérföldkőnek számító pillanatot rövid ünnepséggel tették emlékezetessé, melyen felszólalt Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár, aki arról beszélt, a kormányzat kiemelten kezeli a kultúra ügyét. Soha nem fordult elő a magyar történelemben, hogy annyi kulturális beruházás épült volna közpénzből, mint az elmúlt 10 év során. Hozzátette, a Covid alatt sok szó esett a gazdaság újraindításáról, de a kulturális élet fellendítése legalább annyira meghatározó volt az ország környezete számára. Most, hogy itt elkészül egy éven belül egy új kulturális központ, egy könyvtár, egy levéltár, egy újabb szintere lesz a Tolna megyeieknek, ahol találkozhatnak, ahol a helyi identitásukat, a magyarságukat, a keresztény kultúrájukat ápolhatják. Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője azt mondta, az itt megvalósuló közösségi terek szolgálni fogják Tolna megye minden lakójának érdekeit. Ez az épület egy olyan emblematikus épülete lehet a városnak és a megyének, ami kifejezi azt a fajta kulturális hagyományt és hagyatékot, amelyet örökölt Szekszárd város, és amelyeket jó gazdag gondosságával kell ápolni, de ezek a funkciók, amik itt megvalósulnak, az egész megye kulturális és tudományos életét fogja szolgálni. Horváth István arról is beszélt, a kiköltözést követően a következő feladat a Vármegye háza rehabilitációja lesz, melyben a megyei levéltár tevékenykedik ma még. Megítélése szerint a patinás épületet jelen állapotában alig használja a közösség, így jövőbeni felhasználásáról hamarosan döntést kell majd hozni.